Most pedig következzen ma esti második előadónk, Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője, aki, mint valahol írja, azon dolgozik, hogy globálisan csökkentse az egészségügy és a digitális technológiák közti űrt. Hát ennek az űrcsökkentésnek az eszközei pedig nála eléggé meggyőzőek. Kormányoknak és olyan nemzetközi szervezeteknek ad tanácsot, mint a WHO. Publikációi ott vannak a legnagyobb lapokban, a National Geographic-tól a The New York Times-ig. Honlapján épp úgy olvashatunk angolul a digitális pirulákról, mint a koronavírusról, vagy éppen egy egész friss cikkben a jövő fogászatáról. YouTube csatornáján pedig azt is megtudhatjuk, hogy milyen bakikat követtek el a science fiction rendezők, amikor egészségügyi téren próbáltak valami nagyot álmodni. Most pedig mi üdvözöljük előadását a saját YouTube csatornánkon. Halljuk, mit mond nekünk ezúttal magyarul a mesterséges intelligencia szerepéről a jövő orvoslásában. Üdvözlök mindenkit nálunk. Dr. Meskó Bertalan vagyok, orvosi jövőkutató. Nem éppen normális időket élünk a járvány miatt, de soha nem volt annyira időszerű és fontos egy olyan technológiáról beszélni, ami végképp hozzá fog járulni ahhoz, hogy megváltozzon a világ, különösképpen az egészségügy, és nyilván a mesterséges intelligenciáról beszélek. Bármikor bárkinek felvetettem eddig azt, hogy mire gondol, ha azt mondom, hogy MI, mesterséges intelligencia, általában azt a választ kapom, hogy a Terminátorra, valaminek az elmúlására, a halálra, az emberiség, a civilizáció végére, de valami nagyon szomorú, fekete, disztopikus jövőre. Mert hogy ezt a képet kapták a science fiction könyvekből és filmekből. Pedig az EMI az nem a science fictionből való, az EMI az nem a távoli jövőhöz tartozik, az EMI az már itt van és most. Rengetegen használunk EMI-t nap mint nap. Aki használ valamilyen térképes alkalmazást, úgy ment ma valahova, annak tudnia kell, hogy EMI alapú alkalmazást használ. Aki keresett híreket vagy információt közösségi médián, aki keresett a Google-on keresztül információt, weboldalakat, aki valamilyen zeneszolgáltatást, videószolgáltatást nézett meg online, azok használtak ma a mesterséges intelligenciát. Mert hogy nyilván a Google esetében nem az van, hogy valaki ül a számítógép mögött, és válogatja nekünk kézzel az információkat meg a weboldalakat, hanem egy EMI alapú algoritmus végzi ezt nekünk. Tanul a szokásainkból, a lépéseinkből, döntéseinkből, és egyre jobb, személyre szabottabb szolgáltást próbálnak nyújtani. Ugyanez van a közösségi médiában. Amilyen információra kattintunk, akikkel beszélünk, egyre több információt fogunk azoktól kapni. Amikről beszélünk a telefonunk előtt, olyan témáról szóló hirdetést fogunk kapni, mert hogy az EMI alapú algoritmus azt is elemzi, hogy még abban is egyre személyre szabottabb szolgáltást tudja nyújtani. Ha valaki térképes alkalmazást használ, akkor tudnia kell, hogy egy algoritmus próbál egyensúlyozni az általános közlekedésnek az eredménye meg a saját célunk között. Elvisz minket a célpontunkhoz, de egy fél percet tovább tart viszont cserébe, a közlekedést egy kicsit enyhíti, akkor úgy fog dönteni. Egy ilyen rendszer szinten próbálja felügyelni a közlekedést. Akinek az autója képes párhuzamosan parkolni, azt egy EMI alapú algoritmus végzi, látja a körülötte lévő tárgyakat és tereket, tudja, hogy hova szeretnénk beállni, és egyébként egészen elképesztő gyorsággal próbálja ezt végre is hajtani. Aki használ valamilyen streaming szolgáltatást a televízióján, számítógépen, telefonon, vagy használ bármilyen terméket, okostelefont az IBM, Apple, Intel és egyéb mikrochip gyártóktól, az használt valamilyen EMI alapú technológiát. Azaz, szinte mindenki, akár már ma is, órákon át használt mesterséges intelligenciát. Ez tényleg itt van és most. Az más kérdés, hogy igazából egyre személyre szabottabb az életünk, aki digitálisan is éli az életét, az egyre jobb szolgáltatást, egyre jobb termékajánlást, általában egyre jobb élmény kap. Mert az EMI ezt az élményt próbálja elérni a folyamatos iterálással és pontosítással. Csak hogyha másik oldalról nézzük ugyanezt, akkor az van, hogy egy ilyen személyiség profilkártyává silányultunk. Tudja a szokásaimat, mikor szoktam felkelni, hiszen van fitness órám, mire szoktam rákeresni, mi a kedvenc zenekarom, és ilyen szokások, preferenciák, kedvencek alapján válogatja nekem a digitális világnak az adatait és információit. Az van, hogy mindenki most egy ilyen kártyává silányult le. Ha előnyös az EMI használata, ha nem, ilyen kártyák vagyunk az EMI-nek a szemében. Nem igazán vagyunk kontrollban, sőt, inkább manipulálnak minket. Ezt tudom, hogy szörnyen hangzik,
de csak azért, mert eddig így alakult. A generáción felelőssége az, hogy úgy maradjunk kontrollban, hogy közben élvezzük az emének az előnyeit. Hát ahhoz, hogy valaminek a kontrolljában legyünk, ahhoz meg kell érteni, hogy hogyan működik. Ez a feladatunk az emivel kapcsolatban is. Mindenkinek meg kell valamennyire érteni azt, hogy mi az emi, milyen módszereket használ, milyen szintjei vannak, milyen lehetséges hátrányai és előnyei lehetnek, és így fogunk tudni jobb döntéseket hozni az egyéni életünkben is, meg közösségi társadalmi szinten is. Menjünk most ebbe vele, hogy ezt a kontrollt megőrizhessük, vagy megszerezhessük. Mit kell tudnunk róla. Ahhoz, hogy az emit jobban értsük, szükséges valamilyen közös platform, ahol értjük az eminek a nyelvét. Ez nyilván először is a programozási nyelv lehetne, amikben írják az emit, meg lehet próbálni, pár ezeren vannak a világon, akik ezt értik, a többségünk nem fogja, én sem. Megpróbáltam pedig, de nekem sem volt esélyem. Inkább olyan platformot kerestem a programozási nyelv helyett, ahol meg tudom érteni nagyjából, hogy mintha hogyan gondolkodna az emi, hogyan jut olyan döntésekre, hogyan fejlődik az idővel. És ebben a legegyszerűbb tényleg játékot játszani. Két opcióm volt, a Go, egy Kínából eredő táblajáték, ahol az a cél, hogy minél nagyobb területet foglaljunk el a táblán, fehér és fekete kövek használatával. Ez egy nagyon fura játék nekem, a nyugatias gondolkodású embernek, ahol is fontos az intuíció, a ráérzés, mert nem lehet mindent kiszámítani. Ha egy bolygó méretű számítógépünk lenne, azt sem tudná kiszámítani, hogy mi a abszolút legjobb következő lépése Go-ban. Ugyanis több lehetséges pozíció van a táblán, mint atom az univerzumban. Ez egy elképesztő számítástechnikai kihívás, ha nem lehetetlen. Tehát még a Go-t játszó eminek is szüksége van ráérzésre, kreativitásra, emberi készségekre. Ez nem az én játékom. Én jobban szeretem ennek a másik oldalát, a nyugatiasabb, racionálisabb, kicsit számíthatóbb, de ugyanúgy stratégia alapú játékot, a sakkot. Gyerekkorom óta sakkozom, tehát nyilvánvaló volt, hogy nekem ez lesz a közös platform az, amivel, ahol hát, ha megértem azt, hogy hogyan próbál gondolkodni. Ráadásul a sakk és az orvoslás között rengeteg hasonlóság van. A sakk is, az orvoslás is elég régről ered. A sakknál voltak feljegyzések időszámításunk szerinti 500-as évből már sakkfigurákról. Hippokratész tudjuk, Hippokratész óta van úgy nagyjából orvoslás. Ezek régi rendszerek, régi területek, ahol is valahogy mindig a társadalomnak egy ilyen speciális szegmense tudta végezni azt a szakmát. A sakkot mindig ilyen elképesztően furcsa zsenik játszották, az orvoslás mindig az őszakálú, fehérköpenyes zsenik végezték. Ez is hasonlóság közöttük, és még egy dolog, sakkban is és orvoslásban is elképesztően fontos az előrelátás képessége. Az angol szó alapján ezt anticipálásnak szoktam mondani, ami borzasztóan hangzik. Valójában azt jelenti, hogy előre gondolkodok, hogy ha én ezt fogom tenni, akkor erre a válasz az lesz, hogy és az alapján nekem mi a következő lépésem, és ezt még lehet a végtelenségig fokozni. Egy sakknagymester előre gondolkodik sok-sok lépésben és sok-sok stratégiában. Egy orvos előre gondolkodik, hogy ha a beteg ilyen tünetekkel jött, és én ezt a terápiát adnám rá, akkor valószínűleg, hogy reagálna, és arra mit kéne nekem reagálnom. Az anticipálás képessége kulcsfontosságú mindkét területen. Úgyhogy belemásztam a sakkba. Juhász Ármény nemzetközi mesterrel kezdtem el dolgozni 2 éve, hogy picit jobban értsem meg, hogy a sakkban, pontosan a sakkban hogyan fejlődik az AI. Ugyanis mindig volt egy elméletem, hogy ami a sakkal történt az elmúlt 30 évben, ugyanaz vár az egészségügyre is. A 90-es években az IBM szuperszámítógépe, a Deep Blue megverte a világ legjobb sakkjátékosát, talán valaha volt legjobbat, Garry Kasparovot. Akkor rengetegen mondták, hogy ez a vége a sakknak, hiszen ki akarna sakkozni újra, amikor a legjobb játékos egy algoritmus? A valóság az, hogy ma több mint 600 millióan sakkoznak, és ez az arat, ez a járvány előttről származik. A járvány óta egy sakkforradalmat láttunk véghez menni a digitális online világ miatt. Szerintem most még ennél is többen játszanak sakkot napi szinten. Az a helyzet, hogy ma képtelen sakkozó emi nélkül készülni a versenyeire. Ma a sakkedző nem tud oktatni emi használata nélkül, és mi, akik nézzük a meccseket és a tornákat, mi is úgy nézzük azokat élőben, hogy egy emi segít elemezni azt, hogy megértsük, mi történik a nagymesterek fejében. Emi nélkül nem létezik sakk. A játékosok, az edzők egyre jobbakká válnak az emin keresztül, de az a valóság, hogy a legnagyobb játékos a világon az nem Magnus Carlsen a világ első, hanem az AlphaZero Lila nevű sakjáték algoritmus, aminek az élő értéke
3500. Úgy tudom ezt összefoglalni, hogy nagyobb távolság van a Lila és Magnus Carlsen között, mint Magnus Carlsen és én köztem. És aki csak egy picit is tud sakkozni, az tudja, hogy ez milyen bődletes, fényévnyi távolság. Ez ma a helyzet. A legjobb játékos egy algoritmus, viszont a sakkon keresztül picit talán jobban értem, hogy hogy szokott döntésre jutni az algoritmus, és mennyire néha emberektől távol álló döntéseket képes hozni egy nagyon emberi helyzetben. De ez egy izgalmas folyamat. Ugyanez vár ránk az egészségügyben. Képtelen lesz orvos emi nélkül jó döntést hozni, mert nem lehet átnézni 31 millió tanulmányt, amikor 1-2 millió tanulmány jön ki évente. A döntéshozás, a kormányok képtelenek lesznek emi nélkül jó döntéseket hozni, mert ennyi adattal fizikailag képtelenség megoldásokat találni nagyon bonyolult népegészségügyi kérdésekre. Az első riport arról, hogy Kínában valamilyen járványkitörés lesz, az nem a WHO-tól jött, vagy valamilyen más szervezettől, hanem egy kanadai alapú EMI technológiát használó algoritmustól, ami azt mondta egy héttel a WHO előtt, hogy kitörés van készülőben. Rengeteg adatra látott rá, és jó döntést tudott hozni. A harmadik pedig, mi paciensek sem leszünk képesek elemezni a temérdek információnkat, ami az okosóránkból, a genetikai tesztünk, az orvosi papírainkból jön, EMI segítsége nélkül. De azzal a céllal, hogy így a beteg-orvos viszony tud jobbá válni. Na, ezért olyan fontos értenünk, hogy mi történik körülöttünk, ezért olyan fontos kontrollban maradni. Na, ezt nézzük meg, hogy mit érdemes csak tényleg apró lépésekben tudni az emiről. Tudományos háttér nélkül, de mindenkinek. Az első ilyen az eminek a definíciója, és próbáltam a legegyszerűbb definíciót megtalálni, ami körülbelül azt mondja, hogy minden olyan gép, robot, algoritmus, ami intelligenciát mutat. Mi most nem megyünk bele az öntudatra, és bármilyen bioetikailag még bonyolultabb kérdésbe, elég azt tudnunk, hogyha egy technológia intelligenciát mutat, azt mesterséges intelligenciának mondjuk. Ennek vannak szintjei. Nick Bostrom, a világhírű kutató, 3 szintet írt le a Superintelligence című könyvében. Az első szint a mesterséges szűk intelligencia, vagy szűk mesterséges intelligencia, ami azt mondja ki, egy algoritmus képes egy nagyon pontosan definiált feladatot elképesztően véghez vinni. Tud sakkozni, vagy gót játszani, vagy a sofőr nélküli autó képes feldolgozni a vizuális információkat. Egy feladatot tökéletesen visz véghez, de nulla az IQ-ja. Ilyen ma is létezik. Rengeteg eszköz, Google kereső, közösségi média platformok és számtalan algoritmus a tőzsdétől kezdve a röntgenadatok elemzéséig használ szűk mesterséges intelligenciát. A második szint az általános mesterséges intelligencia, ami azt mondja ki, hogy egy algoritmusnak megvan az én kognitív kapacitásom, amire én emberként gondolatilag képes vagyok, tudok beszélni, absztrakt dolgokról gondolkodni, kérdezni, futni, tervezni, arra ő is képes. A hármas szint pedig az, amikor egy algoritmusnak megvan a teljes emberiség kognitív kapacitása, ami nyilván egy a Terminátor forgatókönyv, ahol már nem leszünk kontrollban. Ezért a cél az, hogy valahol megálljunk a fejlesztésben az általános mesterséges intelligencia előtt, de pont előtte, hogy élvezzük az EMI előnyeit, de ne annyira, hogy már ne leszünk kontrollban. Rengeteg szervezet, bioetikusok dolgoznak azon, hogy ez megtörténjen, senki nem mondja, hogy így lesz, és nem fogunk átesni a másik oldalra, de legalább a célt ki tudjuk mondani, hogy ez nem elérni a mesterséges általános intelligenciát. Nézzük meg, az EMI hogyan működik. Az EMI egy módszerrel működik, amit gépi tanulásnak hívnak. De azt jelenti, hogy adatokkal tápláljuk az algoritmust, azt pedig valamilyen módszeren keresztül tanul belőle, és jobb döntéseket hoz. Ennek számtalan válfaja van, most kiválasztottam a 4 legismertebbet, ezeken végigmegyünk, csak annyit, amennyit tudnunk kell róla, csak azért, hogy jobban lássuk azt, hogy ez a dolog, amit EMI-nak hívunk, az hogyan működik. Az első ilyen módszer, az angolul supervised learning, magyarul felügyelt tanulásnak hívják. Próbáltam egy ilyen élethelyzetet elképzelni, ahol van egy tanár, a programozó, a fejlesztő, aki tanítja az algoritmust, van egy algoritmus, ez esetben a gyerek, és van egy játék, egy feladat, amit az algoritmusnak meg kell tanítania a fejlesztőnek. A felügyelt tanulásnál pontosan tudom, mit szeretnék megtanítani. Azt szeretném, hogy ezeket a kockát tegye bele a kockával jelölt dobozba az a gyerek, az algoritmus. Elmondom a szabályokat, a feladatot, és addig próbálom azt pontosítani, és az algoritmust iterálgatni, személyre szabni, amíg pontosan azt nem teszi, amire szükségem van. Aztán a feladat végén az algoritmus megtanulja, hogy mit kell csinálni. Ha például van 2 betegcsoportom, az egyiknél megvannak az adatok, meg hogy milyen diagnózis volt hozzárendelve,
ha másiknál csak adat van, de diagnózis nincsen, akkor azt szeretném az algoritmustól kérni, hogy tanulja meg, hogy az adatok alapján hozzá tudja rendelni a másik csoportban is a diagnózist a betegekhez. Ez elképesztően hasznos lenne, de pontosan tudom, mit várok el tőle. A másik módszer az unsupervised learning, vagy felügyelet nélküli tanulás, az eléggé különbözik ettől. Ez olyan, mint tanár nélkül tanulni. Ott ülök vele, de nem mondom meg, hogy kell játszani a játékot, sőt, kíváncsi vagyok, hogy ő milyen döntéseket fog hozni. A kockát a kockába jelölve teszi-e, vagy a többit máshova, mit fog máshogy csinálni, mint ahogy én gondoltam volna a szabályok leírásán keresztül. Például a vásárlási szokásokat így szoktak megtanulni, ilyen algoritmus használatával, hogy jobban lássák, hogy a vásárlók milyen döntésekre jutnak, vagy akár milyen terméket vásárolnak egyszer, amire mi magunktól nem gondoltunk volna. A harmadik módszer a gépi tanuláson belül a reinforcement learning, vagy megerősítéses tanulás. Itt arról van szó, hogy nem mondják el a szabályokat, hagyják végezni a feladatot az algoritmusnak, de valamit jól csinált, akkor azt jelzik. A sakkot, a gót játszó algoritmus így tanult meg játszani. Játszott maga ellen több millió mérkőzés pár óra alatt, és a fejlesztők jelezték neki, hogy melyik esetben nyert, azaz bármilyen stratégia is volt abban a meccsben, azt használja most már a következőkben. És így vált egyre jobb játékossá. Utólag jelezzük azt, hogy melyik stratégia nyerő. És van még egy módszer, a mély tanulás, vagy deep learning, ami egy nagyon speciális módszer. Ezt akartak alkalmazni, hogyha valami bonyolultabb dologra van szükség. Ezt itt tudnám jelképezni. Képelemzésre, videóelemzésre, több dimenzióval bíró adatmennyiséget kell elemezni. Azt szeretnénk, ha az algoritmus megtanulna macskát felismerni a fotón, vagy tumort felismerni egy CT képen. Ezek elképesztően bonyolult dolgok. A macskás azt gondoljuk, hogy nem az, de amikor 4 éves lányom felismerte még kiskorában pár példa után, hogy macska van a képen, én el voltam ragadtatva az emit tanulva, hogy hogy tudott ilyen gyorsan ilyen következtésre jutni? Nekünk ez nyilván könnyű, de egy eminek ez borzasztóan nehéz. Hogy magyarázom el, hogy két füle van, meg két szeme és szőrös, nem érti a szavakat. Az emi nem érti azt, hogy mi az a szőr, meg az állat, meg szem, meg fül. Ő képen pixeleket lát, és minden pixelnek van egy színkódja. Nem lát macskát. De ha rengeteg adattal látjuk el, ahol be van jelölve, hogy ez macskás kép, ez meg nem, akkor idő után saját magától megtanulja, hogy ő szerinte milyen szabályok alapján találja meg, hogyha macska van a képen, vagy nem. Ehhez már mély tanulás kell. Azért hívják mély tanulásnak, mert nagyon sok szinten keresztüli neurális hálókkal dolgozik egy ilyen rendszer, amit sokszor már a programozók sem értenek mélyében, de ezekkel képesek nagyon komplex kérdésekben, vagy feladatokat ellátatni az emivel. Módszerek után és definíciói szintek után nézzünk rá csak 3 olyan dologra, ami akadályozza azt, hogy az emi eljusson a mindennapokba még jobban, pláne az orvoslásban. Az egyik ilyen a fekete doboz paradoxon, a black box paradoxon, ami arról szól, hogy ahogy az emi fejlődik, egyre kevésbé látunk bele abba, hogy hogyan dolgozik, hogyan jut döntésekre, egyre kevésbé értjük, tehát nem tudjuk majd befolyásolni azt, hogy ne kerüljön át az általános mesterséges intelligencia másik oldalára. Egy ilyen fekete dobozzal van dolgunk, amiben bele kell nézni, viszont nem látjuk azt, hogy bent mi történik. A második ilyen probléma az a privát szféra kérdése. Adat nélkül nincs emi forradalom. Az adat pedig tőlünk jön. Az orvosi papíromból, okostelefonomból, okosórámból, amit információt megosztok, ezek alapján lehet emi algoritmus fejleszteni. Tehát bizonyos szinten a privát szféránkból fogunk veszíteni annak érdekében, hogy legyenek emi alkalmazások és algoritmusok, amik képesek esélyt adni egy hosszabb és egészségesebb életre. Elkapni betegséget idejekorán, vagy megelőzni azt, hogy megtörténjen. A kettő egymás nélkül nem működik. A harmadik ilyen pedig a bizalom kérdése. Biztos vagyok benne, amikor lesz sofőr nélküli autóm, és ott fog ülni a jobb oldali ülésben, fogom nézni, hogy mit csinál, hogyan hoz döntéseket, és miért, és úgy dönt egy nehéz helyzetben, mint hogy én döntöttem korábban, idő kell majd nekem, hogy elfogadjam, hogy jól csinálja a dolgát. De gondoljuk el, hogy mennyi idő kell majd ahhoz, hogy elfogadjuk ugyanezt egy orvosi diagnózisnál, hogy jól tudod hozzájárulni a döntés támogatáson keresztül. Minél hamarabb kezdjük el, nyilván annál gyorsabban tudunk ezen végigmenni, de mindenképpen időbe telik majd, míg a bizalom kiépül az emivel szemben. De rengeteg előnye is lehet. Ilyen például a klinikai vizsgálatok világa. Eddig rengeteg klinikai vizsgálat zajlott, ahol egyik beteg kapott gyógyszert, a másik nem. X időnként találkoztak az orvosokkal, ahol papíron történt feljegyzés a tüneteikről, meg hogy hogyan voltak, hanem ezt valaki mondjuk évente, két évente kielemezte papíron. Ehhez képest az emi arra képes, hogy élőben végezzen klinikai vizsgálatot. Kaliforniában pont zajlik egy ilyen vizsgálat,
ahol a betegeken van egy okos óra, ami EKG funkcióval rendelkezik, és azt próbálják megmondani, hogy lehet előre jelezni azt, hogyha valakinek sztrókja lesz. Élőben zajlik a vizsgálat. Az EMI élőben elemez minden, nem papíron és nem később. Ennek a lehetőség tárháza egyszerűen elképesztő. A másik ilyen potenciális lehetőség az EMI-nek a felemelkedésében, az döntés támogatásban van. Egy tumoros beteg esetében, ahol tényleg mindenre kell gondolni és nagyon precíz terápiát kell találni, a rengeteg új tanulmány alapján fizikai képtelenség egy orvosnak átnézni minden új információt. De egy EMI képes erre, és az orvos elé tárja azt, ami szerinte ezen beteg esetében a lehető legfontosabb, hogy a döntésben ezek az információs pontok, ezekből a tanulmányokból biztosan részt vegyenek. Tehát ennek megint elképesztő a potenciája. A harmadik pedig egy ilyen furcsa előny, amit talán csak én tartok előnynek. De nekem rengetegszer kapom azt orvosoktól meg, hogy az EMI, a technológiák úgy általában elveszik az orvoslásnak a művészet jellegét, ami Hippokratész óta megvan, hogy ez egy művészet. Szerintem pont fordítva van. Mindenki ismeri Rembrandtnak a Dr. Toop anatómiája című művét, ahol annyira szépen van bemutatva ez elképesztően gyönyörű művészet és tudományág egyben az orvoslás, hogy mennyire nehéz az emberi testnek a működését megérteni, mennyi mindent kell átlátni a patológiától, a biológián át, a genetikáig, és akkor még nem is beszéltünk semmi radiológiáról, a frissebb tudományágakról, ez egy elképesztően bonyolult terület. Én azt vallom, hogy amikor az EMI képes lesz gyógymódokat találni, amire mi nem jöttünk rá 2000 év alatt, de ő rájön, mert sokkal több dolgot képes elemezni, mint mi, akkor az igazi orvoslás művészete az lesz, hogy megértsük, hogy hogyan tudott ilyen következtéssel jutni. Azaz, szerintem az orvoslás művészetnek a kora, az csak most fog eljönni az EMI bevezetésével. Az van, hogy az a kép alakult ki bárkiben, hogy az EMI az egy ilyen még nagyobb munka folyamatot fog rárólni az orvosokra, hogy még több technológiát fog belepakolni a beteg-orvos viszonyban, miközben pont ami eddig történt az egészségügyben, az okozta ezt. Egyre többet kell adminisztrálniuk, egyre több monitorral, telefonnal, géppel dolgoznak, egyre gyorsabban forrulnak el a paciens tömmet, adminisztrálni kell a gépbe beütt vazalatokat, miközben az EMI ennek az ellenkezőjét váltaná ki. Azaz minden ilyen monitort eltávolítana a beteg-orvos találkozóból, és ami marad, az két embernek a beszélgetése, egy valós, empátia alapú kapcsolat és bizalom kilakulása. Miközben ők vannak körülvéve szinte láthatatlan, elképesztően vékony és fejlett technológiákkal, chatbot alapú szolgáltatásokkal, ahol szinte hang alapján írja le azt, amit ő mond, és majd csak meg kell nézni a leírt szöveget, EMI alapú elemzéssel, ahol már mire a beteg bejön, az adatait megelemezte, a tanulmányokat kiválasztotta, és a beteg és orvos egymásra figyelve tud egymásra és a betegségre, a monitorozásra, az egészségmenedzsmentre fókuszálni. Ez az elképesztően optimista vízió, amit az EMI nyújthat nekünk, ha megtanuljuk jól használni, és ha megpróbálunk kontrollban maradni. Amikor is én tudok bármit mérni magamról, genetikai teszten keresztül, okos órán keresztül, alvást mérek, és még így tovább, de segít nekem valami ezeket megelemezni. Egyrészt egy EMI alapú rendszer, másrészt a partner orvosom, aki ezen keresztül részt vett abban, hogy én tényleg esélyem legyen arra, hogy hosszabb és egészségesebb életem legyen. De mindez összekötve a kórházam adataival, a mentővel, az orvosi drónokkal, elérve azt, hogyha mégis baj van és nem tudtuk időben elkapni, vagy akár megelőzni, hogy megtörténjen, akkor az adatom hamarabb ér be a kórházba, mint én. Ez a digitális egészségügynek, az EMI-nek a víziója. De ezt akkor csináljuk jól, ha ez nem egy olyan világot eredményez, ahol tele vagyunk kütyükkel és szenzorokkal, meg drónokkal, meg technológiákkal, hanem egy ilyen világot, ahol éljük az életünket, miközben újra szinte láthatatlan, vékony technológiák vesznek minket körül, hogy az, ami valóban fontos, az emberi élet, az emberi viszony, a partneri kapcsolat beteg és orvosa között, az kialakulhasson, és legyen esélyünk egy hosszabb és egészségesebb életre. Én ezt a víziót próbálom táplálni, mi ezért a víziót dolgozunk a The Medical Futurist Intézetnél, és remélem, hogy nagyon sokan most már látják azt, hogy az emberben milyen lehetőségek vannak, akkor, hogyha kontrollban tudunk maradni. Viszont ezt a döntést, hogy kontrollban maradunk-e, csak ma hozhatjuk meg. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük Meskó Bertalannak is a nagyszerű előadást, és most pedig jöjjenek a kérdések, ahogy minden esti előadáson szoktak. Meskó Bertalan Zoomon követ minket, úgyhogy én azt hiszem, hogy ha válaszol, akkor ilyen Isten hangjaként fogjuk majd hallani őket őt a magasból. Meskó Bertalanhoz tennék föl egy pár kérdést. Először is talán kezdésnek azt, hogy volt talán egy konkrét példa volt az előadásban arról, hogy hogyan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, ez a klinikai vizsgálat, amit élőben csináltak ezek az okos órákkal, de hogy esetleg tudná olyan konkrét élesben folyó mai példákat mondani, ahol mondjuk diagnosztikában vagy valamilyen orvostási területen élesben használják a mesterséges intelligenciát gyógyításra? Hogyne is, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a kérdést. Sok izgalmas terület van, mint például az, hogy orvosi adatokból, papírokból meg lehessen mondani előre, hogyha valakinek például akut veselítelensége lesz, akár 2 nap azelőtt bekövetkezne. Nagyon sok ilyen diagnosztikai példa van, csak a bajunk az vele, hogy ezek többsége visszamenőleg elemez. Azaz nem a valós klinikai helyzetet látja az algoritmus, amit egy orvos is lát, ami élőben történik, hanem az adattömegeket tudja képes visszafelé elemezni, ami ugyanúgy fontos lehet eredményben, viszont a klinikai haszna az nem olyan, mint egy orvosi munkának a haszna, amikor is a klinikai divers valóságot kell elemezni. De inkább ezeket látjuk, hogy meglevő adatokból elemeznek retinaszken, tehát a retina felvételekből próbálnak kardiovaszkuláris betegségre következtetni, röntgen, CT-szkennen próbálnak tumort megtalálni, TBC-t körülírni ezek az algoritmusok. Tehát ilyen nagyon szűken behatárolt klinikai feladatokat próbálnak ellátni, de mondom általában úgy, hogy adatokat visszafelé elemeznek időben, nem pedig előre jósolnak, mint ahogy az orvosok teszik ezt minden nap. De ezeket már tudják egyébként ténylegesen használni? Tehát mondjuk valakinek szólnak, hogy a mostani állásából ennek a mesterséges intelligenciának az elemzéséből mondjuk az derül ki, hogy önnek ennyivel nagyobb esélye van a szívinfarktusra, mert ilyen is ilyen a retinája. És akkor megmondani neki, hogy akkor hiába jók egyébként a labor értékei, de nem tudom én, kéne szednie, nem tudom, koleszterin csökkentőt, vagy valami, szóval, hogy ilyenek vannak? Tanulmányokban látunk ilyen példákat, ahol az lesz a vége, hogy a betegnek tudnak adni egy jövőbeli képet arról, hogy ezekkel a laboraparaméterekkel most, ilyen tünetekkel, ilyen életmóddal most, ha ezt így folytatja tovább, akkor pár év múlva ilyen és ilyen változás lesz. Például megmutatják azt, hogy egy okostelefon kameráján keresztül látja azt a beteg, hogy ilyen életmóddal, ilyen látásromlása lesz 5 év múlva, és a világot ennyire homályosan fogja látni. De a legtöbb ilyen AI szintű felhasználás inkább tanulmányokban jelenik meg, amiket gyakorlatban látunk alkalmazni, azok még nem a beteghez közvetlenül jutnak el, hanem inkább az orvosok háttérmunkájában segítenek, adatokat elemeznek, tanulmányokat néznek át, a döntés támogatást próbálják előhozni, de nyilván ezek így szépen lassan befolynak a beteg-orvos kommunikációba is. Köszönöm, és itt érkezett hát én ennél konkrétabb és Magyarországra vonatkozó kérdés. Hát egyszerűbben fogalmazva az, hogy megoldja a mesterséges intelligencia az orvoshiányt Magyarországon, de van ennek még egy előző szintje, hogy tud-e arról, hogy a magyar egészségpolitikának legalább ilyen tervezés szinten belevették-e már a mesterséges intelligencia alkalmazását? És hogyha igen, akkor milyen konkrét területeken? 2 izgalmas kérdés. A másodikat biztos nem nekem tisztem megítélni, mert nincs rálátásom a magyar viszonyokra, vagy a Magyarországon lévő ilyen típusú tervekre. Az első viszont egyértelműen egy olyan kérdés, amit rengeteg tanulmányban látunk, és mi is próbáltuk elemezni, azaz, hogy a WHO szerint több mint 5 millió orvos hiányzik a világból, ez nyilván Magyarországon is kulcs probléma, és ez azt jelenti, hogy soha nem fogunk annyit képezni, mint amennyire szükségünk van. Tehát mindnyájan meg kell szokjuk azt a gondolatot, hogy mindig orvos hiánnyal fogunk élni. Az AI, mint így, biztos, hogy nem oldja meg ezt az űrt, biztos, hogy nem tudja kitölteni az űrt, ami az orvos hiány hagy, de abban tud segíteni, hogy a beteget addig ellátásba részesítse valamennyire, addig adatokkal, információval ássa el, míg orvoshoz nem tud fordulni. A brit rendszerben láttunk olyan példát, ahol
depressziós tünetekkel bíró betegeknek nagyon sokat kell várni ahhoz, hogy személyesen tudjanak orvoshoz jutni, sokszor több hetet is várniuk kell, és a brit szervezet egy olyan rendszert talált ki, amivel egy chatbot alapú alkalmazást kreáltak, azaz a beteg a telefonjával tud szinte kommunikálni írásban, nyilván tudja, hogy algoritmus, és nem azt az empátiát kapja, mint egy szakembertől, de arra az időre, amíg orvoshoz nem kerül személyesen, úgy tűnt, hogy hasznos, és a betegek legalább nem hagyják el az egészségügyi rendszert, hanem kivárják így a sorokat. Tehát inkább ilyen területeken látjuk azt, hogy ezt az űrt segít betölteni, de sajnos, vagy szerencsére nem az AI fogja az orvosokat lecserélni. Inkább azt valljuk, hogy azok az orvosok, akik használnak AI-t, fogják lecserélni azt, akik nem. Köszönöm szépen, és az utolsó kérdést Meskó Bertalanhoz tenném föl, hogy mit tud a mesterséges intelligencia segíteni jelenleg egy járvány, hát nyilván most a koronavírus járványról van leginkább szó leküzdésében, és mit lehet várni, hogy 10 év múlva mire lesz képes vajon ez a technológia? Szuper kérdés. Eleve az első riport arról, hogy Kínában kitörés lesz egy EMIT használó kanadai cégtől jött, nem pedig a WHO-tól. Egy héttel megelőzték a WHO-t, és ők EMIT használtak arra, hogy a népegészségügyi adatokat elemezzék több országban, repülőjegy adási adatokat, és ebből következtet az EMI arra, hogy valamilyen kitörés fog bekövetkezni. Tehát abban mindenképpen lehet számítani, hogy az EMI a következő kitöréseket is tudja majd előre jelezni. Nem önmagától, hanem annyi adatot tud majd szolgáltatni, ami alapján népegészségi szakértőknek jobb döntéseket hozni. Láttuk példának a Németországban azt, hogy az EMI-t használták arra, hogy a logisztikát jobban megszervezze az adott ország egészségügyében, azaz, hogy a lélegeztetőgépeket, a szakembereket jobban tudja elosztani földrajzilag. Ezt ők már aktívan használták, tehát várható, hogy ezt a példát továbbra is látni fogjuk más országokban is. Rengeteg példa van, és rengeteg tanulmány van az elmúlt hónapokban arról, hogy lehet az EMI-t felhasználni számtalan diagnosztikai problémá megoldására, tehát hogy lehet röntgenképet elemeztetni vele a tüdőállapotát áttekintve, hogy lehet szövettani képeket elemeztetni az EMI-vel, köhögésnek a hangjából hogyan lehet következtetni, EMI most ezt elemzi egy tanulmány során a betegség súlyosságára, tehát ebben is láthatók változások. Rengeteg példát látni arra, hogy az EMI segít a vakcina megtalálásában, kutatásában, újfajta gyógyszerkombinációk keresésében, amiket eddig kutatók nem találtak meg, mert nem gondoltunk arra, hogy ilyen kombináció is felmerülhet a betegség gyógyításában. Barabási professzoréknak a munkájából látszik az, hogy a hálózatkutatásban is használnak EMI-t arra, hogy újfajta gyógyszerjelölteket találjanak. Tehát, hogy ez a sor tényleg folytatódik. Nem csak, hogy rengeteg példa lesz ezeken kívül is, ahol az EMI-t használják majd következő járványoknál, vagy a mostani leküzdésében, hanem inkább az az üzenet ennek szerintem, hogy EMI nélkül nem tudjuk elképzelni az egészségügy jövőjét, pláne még egy ilyen járványjal. Nagyon szépen köszönöm mind a két előadónak az előadást, és a kérdésekre adott válaszokat is, és hát akkor most már nem maradt más, mint hogy elköszönjek az érdeklődőktől. Arra szeretném kérni önöket, hogy kövessék a Magyar Tudomány Ünnepének a további előadásait is. A programról az mta.hu oldalon olvashatnak bővebben, innen érhetők el majd a további előadások, és a korábbi előadásoknak a felvételei is. Viszontlátásra!